500 forint is lehet egy doboz tojás húsvétkor, közben a hatóságok már ellenőrzik az élelmiszereket a boltokban. Van olyan munka, amire egy évnél is többet kell várni az építőiparban, olyan nagy a szakemberhiány az ágazatban. Orbán Viktor ismerteti a Fidesz európai parlamenti választási programját, a migráció kezelése sarokpont lesz. És átvette az irányítást a brit parlament alsóháza, mostantól saját hatáskörben is dönthetnek Brexit ügyben. Ez itt az ATV híradó. A stúdióban Nemes Anna. Jó napot kívánok, ez az ATV híradója délben. Húsvétre akár 500 forint is lehet egy doboz tojására, 20%-os drágulás jöhet, erről az RTL Klub számolt be. Most átlagosan 400 forintba kerül egy doboz tojás. Az árat egyebek között az hajtja fel, hogy húsvétkor 50%-kal emelkedik a kereslet, ezért ilyenkor több tojót tartanak a gazdák. Csak hogy az ünnepek után jóval kevesebb tojás vagy, emiatt veszteséges az üzem fenntartása, így a termelők már előre megemelik az árakat. Magyarországon egyébként átlagosan évente 234 tojást fogyasztanak az emberek fejenként. Közben elkezdődött a húsvéti razzia, közölte az Agrártárca. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal április 22-ig ellenőrzi az élelmiszereket. Elsősorban az ilyenkor hagyományosnak számító termékeket, tojást, sonkát, bort, édességet és a szezonális zöldségeket vizsgálják. A közlemény szerint nem az a fő szempont, hogy minél többet bírságoljanak, hanem az, hogy a vásárlók biztonságos termékekhez jussanak. A tapasztalatok szerint a rendszeres ellenőrzések miatt ilyenkor már a termelők és a kereskedők is jobban odafigyelnek az előírásokra. Olyan szakmunkás hiány van az építőiparban, hogy volt olyan vállalkozó, aki másfél évet várt arra, hogy legyártsanak és beépítsenek neki egy egyedi ajtót, írja a Népszava. A lap úgy tudja, hogy az építési vállalkozók országos szakszövetsége egy kampánnyal próbálja hazacsábítani a külföldön dolgozó szakembereket. Azt azonban egyelőre nem tudni, hogy mivel ösztönöznék őket. A lap szerint a jól működő cégek nettó 300.000 forintot fizetnek a szakmunkásoknak, de ez csak arra elég, hogy már nem mennek többen külföldre, mint amennyien visszajönnek Magyarországra. És bár az ágazatba 70.000 új dolgozó érkezett, nagy részük szakképzetlen, miközben nagyjából 35.000-en dolgoznak külföldön. Ellenzéki képviselők megbüntetését kéri a házelnöktől az állami számvevőszék elnöke, amiért a politikusok az ÁSZ székházánál tüntettek még februárban. Jakab Péter, a Jobbik országgyűlési képviselője számolt be erről a Facebook oldalán. Mint írja Domokos László, azért akar eljárást indítatni, mert szerinte azzal, hogy a székháznál demonstráltak az ellenzéki képviselők, veszélyeztették az alkotmányos rendet. Emellett anyagi kárt okoztak azzal a képviselők, hogy matricákat ragasztottak az épületre. A matricák a Fidesz párt székház felirat szerepelt. Jakab Péter szerint, ahogy fogalmazott, Domokos elvtársa zavarja a vélemény szabadsága, ezen belül a kritika és a tüntetés. Az viszont nem zavarja, hogy az ÁSZ döntéssel anyagilag ki lehet véreztetni a legerősebb pártot, miközben a döntéssel szemben nem lehet jogorvoslattal élni. A parlamentben is téma volt tegnap a Fidesz néppárti felfüggesztése. A Jobbik szerint a Fideszt kizárták, és ezt megpróbálják sikerként beállítani. A Demokratikus Koalíció szerint pedig a Fidesz az Unióból is ki akarja vezetni az országot. Dömötör Csaba államtitkár erre úgy reagált, szamárság, mégpedig a komolytalan fajtából. Szijjártó Péter titkos brüsszeli tervekről beszélt a parlamentben. Brüsszelben titkos tervek készítése zajlik. Kötelezővé tennék Brüsszelben az ENSZ migrációs paktumát, ennek veszélyeiről tájékoztatta a képviselőket Szijjártó Péter. Szerinte a globális migrációs csomag a legveszélyesebb dokumentum, amely a migráció ügyében az elmúlt években született. Legveszélyesebb azért, mert ez a dokumentum azt a célt tűzte ki, hogy globálisan is legalizálják az illegális migrációt. Ez a dokumentum alapvető emberi jogként tünteti fel a migrációt. A miniszter szerint a nemzetközi jog ezt nem ismeri. Szijjártó Péter megígérte, a magyar kormány nem hajtja végre ezt a csomagot. Az LMP szerint a migráció egyik fő kiváltója a klímaváltozás, a Fidesz mégis leszavazta az Európai Unió klímastratégiáját. Én azt hiszem, hogy mindenki számára világos, hogy az elmúlt években a magyar kormány volt az, amit 10.000 számra telepített Magyarországra bevándorlókat. Ezt szerintem már teljes magyar társadalom tudja. A Párbeszéd szerint a kérdés felvetése csak elterelés, ezért húzott elő a miniszter, ahogy Tordai Bence fogalmazott, egy B-kategóriás konteót. Valójában most arról van szó,
hogy nehogy beszéljünk a Fidesz LPP-ből való felfüggesztéséről, nehogy beszéljünk arról, hogy a KGB bankját önök itt Magyarországon honosítják, és mindenféle kivétellel és kedvezménnyel támogatják. A Fidesz néppárti felfüggesztése későbbi szóba került. Gyöngyösi Márton szerint a Fideszt kizárták és páriaként kezelik, de sikerként próbálják meg beállítani. Erről megint csak egy Monty Python jut az embernek az eszébe, a fekete lovag, aki még mindig egy döntetlenért küzd a minden végtagját levágó ellenfelével szemben. Tudják, mi volt az önkéntes távozás, amikor a liberális internacionálit hagyták ott? Na, az önkéntes távozás volt, még akkor is a tisztességtelenség. Ez bizony kizárás. Arató Gergely szerint az országot is így akarja kivezetni az Európai Unióból a Fidesz. Ami tisztelt képviselő úr az Unióból való kilépési sejtetést illeti, az egy, hát nincs rá jobb szó, szamárság, mégpedig a komolytalan fajtából, maguk sem gondolhatják komolyan. Dömötör Csaba szerint a migráció miatt vannak viták a néppártban is, de a Fidesznek a pártfegyelemnél is fontosabb a bevándorlás elleni fellépés. Orbán Viktor mutatja be a Fidesz európai parlamenti választási programját, tudta meg a Magyar Nemzet. A lap úgy tudja, hogy a miniszterelnök jövő héten pénteken a budapesti Bálnában ismerteti pártja programját. Az esemény egy nappal a hivatalos kampánystart előtt lesz. Az unió jövőjéről szóló tervek egyik sarokköve lesz a nemzeti szuverenitás kérdése, a migráció elleni küzdelem és az uniós intézmények megújítása. A lap úgy tudja, hogy a miniszterelnök mellett Szijjártó Péter, Trócsányi László EP lista vezető és Szájer József a párt jelenlegi európai parlamenti képviselője is felszólal. A főpolgármesteri és a kerületi polgármesteri választásokat is megnyerheti az ellenzék, de minden attól függ, hogy milyen széles lesz az összefogás, ez derül ki a Republikon kutatásából, amelyet a hvg.hu ismertetett. Az intézet szerint ugyanis nem elég adott esetben megnyerni a főpolgármester választást. A fővárosi közgyűlésben csak úgy lesz ellenzéki többség, ha a kerületek nagyobb részében ellenzéki jelölt győz. A Republikon szerint azért lehet sikeres az ellenzéki összefogás, mert a tavalyi országgyűlési választáson egyik kerületben sem tudott abszolút többséget szerezni a Fidesz. A kerületek többségében ugyanis 40% alatti eredményeket értek el. A kutatás szerint már csak a baloldali pártok összefogásával is komoly sikert tudnának elérni a pártok. Az MSZP és a Német Szociáldemokrata párt, az SPD is egy szociális Európáért kampányol majd, ellentétben azokkal az erőkkel, akik az együttműködés szétfeszítésében és saját otthoni politikai érdekeik érvényesítésében érdekeltek. Ezt az MSZP elnöke jelentette ki, akinek a meghívására Budapesten tartózkodik a Német Szociáldemokrata párt, az SPD európai parlamenti lista vezetője, a német igazságügyi miniszter. Tóth Bertalan azt is bejelentette, hogy közös kampányt indítanak annak érdekében, hogy minél több Németországban dolgozó magyar szavazzon az európai parlamenti választáson. Az ott élők Berlinben, Münchenben, Stuttgartban és Düsseldorfban adhatják le a szavazatukat, regisztrálni pedig május 17-ig van lehetőségük. Átvette az irányítást a brit parlament alsóháza, a tegnap megszavazott módosítás alapján bármiről szavazhatnak és bármilyen tervezetet az Európai Unió elé terjeszthetnek. Így gyakorlatilag olyan Brexit javaslatról is dönthetnek a képviselők, ami teljesen eltér a kormányétól. Beszámolók szerint ez egy újabb nagy vereséget jelent Theresa May számára, hiszen a parlament így az eddiginél lényegesen nagyobb hatalmat kap a Brexit folyamatokkal kapcsolatban. Nagy-Britannia elvileg pénteken lépett volna ki az Európai Unióból, de a múlt heti uniós csúcson kapott némi haladékot a Szigetország. Vagy május 22-én szűnik meg az ország tagsága, vagy később, de akkor részt kell venniük az európai parlamenti választáson is. Válaszcsapásokat hajtott végre az izraeli légierő a gázai övezetben. Nem sokkal korábban a Hamász-Palesztin terrorszervezet rakétát lőtt ki Izraelre, amely egy lakóházba csapódott, nem messze Tel Avivtól. 7 ember megsebesült. Izraelből Turai Barnabás tudósít. Szervusz, és köszöntöm a kedves nézőket is. Hát az egész országot megrázta, hogy a hajnali órákban rakéta támadás érte Tel Aviv környékét. Ezúttal a fővárostól egy északra fekvő települést ért találat. Ez egyáltalán nem megszokott. Néhány hete ugyan történt hasonló, de azelőtt utoljára 2014-ben érte Tel Aviv környékét rakéta találat Gázából. Általában az ország déli részét célozzák, és általában odaérkeznek találatok. Hogy mennyire súlyos a helyzet, az jól mutatja, hogy Benjamin Netanyahu, aki az Egyesült Államokban tartózkodik, rövidre zártra a látogatását, és hazarepül. Az izraeli hadsereget mozgósították, és lezárták a Gázába vezető utakat.
Az is biztos, hogy a következő, az április 9-ére kitűzött izraeli választásokra is komoly hatással lesz, ami történt. Az ATV híradóját Izraelből Turai Barnabás tudósította. Az Egyesült Államok hivatalosan is elismerte Izrael fennhatóságát a Golán-fennsík felett. Donald Trump azt mondta, Izraelnek a jövőben is mindig joga lesz az önvédelemre. A Washingtonban lévő Benjamin Netanyahu pedig úgy reagált, Izraelnek eddig is sok amerikai elnök volt a barátja, de Donald Trumphoz egyikük sem mérhető. Nem találtak bizonyítékot arra, hogy Oroszország és Donald Trump együttműködött volna az amerikai választási kampány alatt, ezt állapította meg egy több hónapos vizsgálat. Trump ünnepel, a demokraták szerint azonban az elnököt nem tisztázták, csak nincs elegendő bizonyíték. Több ezer oldalas az a vizsgálati anyag, amely Donald Trump 2016-os kampánycsapata és Oroszország közötti esetleges összejátszást vizsgálta. A dokumentumban többek között az áll, Robert Mueller ügyész nem talált olyan amerikai állampolgárt, illetve kampánytisztviselőt, aki konspirált volna, vagy tudatosan egyeztetett volna Oroszországgal. A hosszadalmas vizsgálat során sok emberen durván átgázoltak, az ország érdekeit semmibe vették, és most bejelentik, nem volt összejátszás az oroszokkal. Ez egy teljes felmentés, mondta az elnök. A jelentést titkosították, több demokrata vezető azonban indítványozta, hogy hozzák nyilvánosságra a dokumentumot. Az elnököt nem mentette fel a különleges ügyész, az igazságügyminiszter mégis igyekszik megakadályozni azt, hogy a nép megismerje a részleteket, mondta a képviselőház jogi bizottságának demokrata párti elnöke. Szakértők szerint a demokraták igyekeznek napirenden tartani az ügyet, arra koncentrálva, hogy a titkosított jelentésben politikai bombák lehetnek. A republikánusok ezzel szemben várhatóan azt kommunikálják majd, két év vizsgálódás, az elnök szavaival élve boszorkányüldözés után itt az ideje tovább lépni. Véget ért a norvég tengeren sodródó luxushajó káváriája. A hajó motorjai leálltak, ezért napokig irányíthatatlanul sodródott a tengeren. Most viszont sikerült bevontatni egy kikötőbe. Először mentőhelikopterekkel mentették a hajó 1300 utasát, de ez egyáltalán nem volt biztonságos. Ennek ellenére 500 ember így hagyta el a fedélzetet. Az egyik utas rögzítette, ahogyan elszabadultak a Viking Sky nevű tengerjáró berendezési tárgyai. A motorok meghibásodtak, így a hajó teljesen kiszolgáltatottá vált a hullámoknak. A Norvégia partjainál haladó luxus tengerjáron 500 fős legénység, és csaknem 900 utas volt, akiknek nagy része brit és amerikai nyugdíjas volt. Azt hittem, hogy itt fogok meghalni az északi tengeren az anyámmal. Ő fizetett be engem erre az útra, mondja ez az utas. A mentésen nem volt könnyű dolguk a hatóságoknak. Az erős szél miatt 6-8 méteres hullámok dobálták a hajótestet, így a vontatást az elején kizárták. Végül helikopterekkel kezdték el kimenteni az utasokat a fedélzetről, ami szintén nem volt veszélytelen. A hajó ugyanis 100 méterre volt a sziklaszirtektől, kisebb csoda, hogy senki nem esett a tengerbe. Együtt emeltek fel minket helikopterrel. Azt gondoltam, ha meghalunk, akkor együtt halunk meg. Mondja ez a másik utas. Csaknem 500 embert mentettek ki helikopterrel, amikor a szakembereknek sikerült a négyből három motort beindítaniuk. Így már el tudták vontatni a tengerjárót a közeli Molde kikötőjébe. Néhány embert kisebb sérülésekkel vittek kórházba. A parkolási maffiáról beszélt a parlamentben az LMP, miközben Mikulás csomagot, azaz büntetéseket osztogattak a fideszes képviselőknek. Csárdi Antal azt kérdezte, hogy a kormány meddig fedezi még a budapesti parkolási maffiát. A képviselő szerint a fővároshoz kellene tartozni a díjbeszedésnek. Parkolási bírságot kaptak a fideszes képviselők Csárdi Antaltól a parlamentben. A Mikulás csomagban levő papíron az LMP egy kérdést tett fel. Ki hazudik a fővárosi parkolási ügyekben? Igaz-e, vagy hazugság? Az LMP az egységes parkolási díszedés mellett lenne, mert szerintük a kerületek maffia módszerekkel játsszák ki a befolyt pénzt. A kérdés, azt gondolom, hogy egy ország teszi föl, hogy miért nem tud fellépni a kormány hatékonyan a maffiával szemben. Tarlós István is megváltoztatta volna a jelenlegi rendszert. Korábban azt nyilatkozta, a parkolási díjaknak a tömegközlekedés büdzséjében lenne a helyük. A miniszterelnök azonban állítása szerint nem engedett ebben az ügyben.
Legutóbb Budapest 9. kerületében lett botrány a parkolási visszaélésből. Itt azonosító nélküli jegyeket adtak az automaták, a bevételeik eltűntek, a táv felügyeletüket kikapcsolták, és kétes figurákat alkalmaztak parkolóőrként. Ez a helyzet most meg fog változhatni. A pénzügyminiszter beköttetné a parkoló automatákat az adóhivatalhoz. Szerinte ezzel elejét vennék a további trükközésnek. A múlt héten tárgyaltak a javaslatról. Vége a parkolási maffiának, ha van ilyen maffia, vége annak az időszaknak, amikor nem tudunk pontos információt arról, hogy mi történik a parkoló automatákkal. Valójában a bevételeknek már egyre kisebb százaléka származik az automatákból. Az autósok inkább mobiltelefonnal fizetnek. Ráadásul a parkolójegy a pénzügyminisztérium szerint nem is számít nyugtának. Ha pedig nem az, akkor nem kötelező a rendszer kijátszását megnehezítő sorszám. Ezen van. Megkérdeztük a pénzügyminisztériumot, miért tesz különbséget a parkoló automatákban nyomtatott jegy, és például egy szintén kezelő nélküli automatából vásárolt BKK vonaljegy vagy bérlet között, ami nyugtának minősül. Adásunkig nem kaptunk választ a pénzügyminisztériumtól. Már költségvetési csalás miatt is nyomoznak Demecser fideszes polgármesterével kapcsolatban, tudta meg a Magyar Hang. A hatóságok emellett jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés miatt is vizsgálódnak a településen. Az eddigi adatok szerint a polgármester a helyi óvodát közmunkásokkal építette, és az is előfordult, hogy a város telephelyén lévő csarnok vasszerkezetét egy éjszaka alatt elbontották, majd egy olyan telephelyen építették fel, amely a polgármester felesége tulajdonában van. Emellett a gyanú szerint az elszámolt összegnél lényegesen olcsóbban vett az önkormányzat szarvasmarhát pályázati pénzből. Egy tenyésztő szerint a vásárolt állatok legfeljebb 500 ezer forintba kerülhettek, mégis csaknem 1,7 millió forintot számoltak el utánuk. Külföldi vendégmunkás lehetett az a férfi, akinek a feldarabolt holttestét március elején találták meg bicikliző gyerekek Jáz-Alsó-Szentgyörgynél. A rendőrség azonosította az áldozatot, de a nyomozás még tart. A helyiek szerint a holttestet jóval messzebbről hozhatták a faluba. Gipszből kiöntött lábnyomot rögzítettek a rendőrök Jász-Alsó-Szentgyörgy határában, valószínűleg annak a férfinak a gyilkosáét, akinek feldarabolt holttestére március elején találtak rá a határban kerékpározó gyerekek. A Blik úgy tudja, az áldozat egy külföldről érkezett vendégmunkás lehetett. Itt nem szoktak lenni. Semmilyen? Tehát nem szoktak semmilyen? Nem, még idény munkások nem. Se? Nem, én nem tudok semmit. Jászalsó-Szentgyörgyön mindenki hallott a történtekről, de a helyiek szerint ritkán fordulnak meg errefelé külföldi vendégmunkások. A jászalsó-szentgyörgyiek azonban abban biztosak, hogy az áldozat nem a környéken lakott. De általában nem Pécsről hallottam ilyen dolgot, hogy onnan hozták ide. Hogy micsodát? Pécs. Pécsről hozták ide? Igen, igen. Itt dobták. De hogy már a holttestet igen. Hozták Pécsről? Igen, igen. Ezt hallottam, hogy igazán, de szervit vették ilyen. A rendőrség híradónknak azt írta, azonosították a holttestet, de a nyomozás érdekében nem adnak több információt. Ön is biztos abban, hogy nem falubeli volt az, akit itt megtaláltak a zsákban? Igen, igen. Úgy hallomásra. Biztosat azonban senki nem tud, viszont igyekszik segíteni. Az idős úr az egyik helyi italmérésbe is elkalauzolja stábunkat, hát ha ott több információhoz jutunk. A kocsmában azt mondják, Jászalsó-Szentgyörgy egy nyugodt település, errefelé nem sűrűn történik gyilkosság. Önök nem félnek most? Nem. Csak fordult a fejem. Nem úgy, ahogy mondja, az idehozott hullagot. Nem itteni vagy itten közeli valaki követte, biztos vagyok benne. A helyiek szerint, ha vendégmunkás is volt a határban talált férfi, akkor sem itt dolgozott, a településen ugyanis nincs külső munkaerőt igénylő foglalkoztatás. Ezt a települési jegyzője is megerősítette híradónknak, valamint azt is, hogy az áldozat nem helyi lakos volt. Egyéb információt azonban egyelőre az önkormányzat sem kapott a rendőröktől. 100 kilós szovjet bombát találtak a Vörösmarty téren. Felújítás közben egy markolóval emelték ki a II. Világháborús robbanó szerkezetet a földből. A tűzszerészek a helyszínen kezdték meg a bomba hatástalanítását. A munkálatok miatt 1300 embernek kellett elhagyni az otthonát vagy a munkahelyét. Míg több mint 70 éven át a föld alatt pihent, most egy markológép kanalában fekszik ez a II. Világháborús szovjet bomba. A 100 kg-os robbanó szerkezetet építőmunkások találták meg, miközben a Vörösmarty tér felújításán dolgoztak.
Nem sokkal később a tűzszerészek is a helyszínre érkeztek, akik miután megvizsgálták a bombát, úgy ítélték meg, azonnali beavatkozásra van szükség. A biztonságos munkavégzéshez azonban ki kellett üríteni a környéket. Ezek a férfiak egy közeli étteremben dolgoznak szakácsként. Felső vezetők szóltak nekünk, hogy el kell hagyni az épületet. Ők örültek a kényszerpihenőnek. Semmi pánik. Pihenünk. Közel 1300 embernek kellett elhagynia a lakó vagy munkahelyét. A rendőrök házról házra jártak, a tér 100 méteres sugarában kezdték meg a kiürítést. Ez a német férfi egy szálloda belső építészeti munkáin dolgozott, amikor szóltak neki, hogy azonnal hagyja el a munkahelyét. Sokan azonban értetlenül álltak a rendőrségi autók és a kihalt utcák látványa előtt. Nem tudom, én is csak csodálkozom, hogy nincs itt vagy üzlet se. Ez a turista is stábunktól tudta meg, hogy mi történt. Yeah, they found a bomb, like from Second World War. Really? Mm-hmm. Oh, wow. Miután mindenki elhagyta a zsúfolt teret, azután léptek akcióba a tűzszerészek. Mellettem látható 100 kg-os szovjet gyártmányú romboló bombából kiszerelték az orgyújtó szerkezetet a tűzszerészek, így ez már szállítható állapotba került. A következő lépés az az, hogy ezzel a mellettünk látható gépjárművel el fogják szállítani a már hatástalanított robbanótestet a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére későbbi megsemmisítés céljából. A zárást este 7 órakor oldották fel, a lakók ezután térhettek vissza otthonaikba. A híradó végén az időjárás jelentés, Gál Noémi már is elmondja a részleteket. Szervusz, Noémi! Szervusz, köszöntöm a kedves nézőket, továbbra is szeles az időjárás, így aztán ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy ablak mögül nézve kellemes az idő, mert hogyha kitekintünk, akkor napos időt találunk gomoly felhőkkel, de azért a szél kissé kellemetlenné teszi időjárásunkat, a nyugati észak-nyugati szél továbbra is erős lehet. Délután 9 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, és csapadékra ma már nem kell számítanunk, sőt a következő napokban is alapvetően száraz időjárás ígérkezik. Ezen a héten délután szerdán lesz a leghidegebb, ekkor mindössze 8-13 fokot mutatnak majd a hőmérők, és csütörtökre, viradóra pedig akár -5-6 fok is lehet. Ezt követően lassú melegedés kezdődik, vasárnap már akár 20 fokot is mutathatnak a hőmérők, és az időjárás eseménytelennek ígérkezik, vagyis frontok nem érkeznek, sok napsütés valószínű komoly felhőképződés mellett. További kellemes délutánt kívánok mindenkinek, viszontlátásra! A híradó után pedig azonnal kezdődik a fórum Szlazsánszky Ferenccel. Szervusz Feri, milyen témákkal várod a nézőket? Köszöntöm a kedves nézőket, és hát a nyugdíj az nagy sláger volt a délelőtt folyamán, ugyanis kijött egy számítás, amely alapján ki lehet deríteni, vagy lehet tájékozódni, hogy kinek mennyi lesz a nyugdíja. Nyilván ez attól is függ, hogy hány évet dolgozott előzetesen, illetve hogy korrekt módon bejelentették-e. Szóval 160 ezertől 220 ezerig terjed az az összeg, amire egy jövőre nyugdíjba menő honfitársunk számíthat, függően attól, hogy 30-40 vagy 50 év munkaviszony áll mögötte, lehet ez az egyik téma. A másik pedig az, hogy az ellenzék jobban jár, ha Budapesten nem áll össze a Jobbikkal, tehát a baloldali és liberális pártok összefognak, a Jobbikot kihagyják ebből, mert egy ilyen összefogással a kerületek többsége nyerhető, és még a főpolgármesteri cím is megszerezhető, ez tehát a második téma. Köszönöm szépen, Feri, most tehát ezekkel a témákkal jön a fórum, maradjanak velünk. Híradóval legközelebb 17:30-kor Holló Márta várja önöket, én megköszönöm a figyelmüket, szép napot, viszontlátásra!